Az év legfontosabb mérkőzése előtt áll a Marosvásárhelyi VSK férfi kosárlabda csapata, amely holnap este Pitést együttesét fogadja a Románia kupa keretében. A mérkőzés 18 órakor kezdődik. A frissen alakult Marosvásárhelyi VSK férfi kosárlabda csapata a legalacsonyabb szinten kapcsolódott be a bajnokságba. Hamarosan nyilvánvalóvá vált azonban, hogy nincs igazán ellenfele ezen a szinten, mivel a szabályok nem teszik lehetővé, hogy a rájátszásban induljon, gyakorlatilag már most teljesítette a célkitűzését, azt, hogy jövőre egy magasabb értékcsoportban vehessen részt. Emiatt a csapat elveszítette a motivációját, és noha továbbra is sorra győzi le az ellenfeleit, a játék erősen akadozik az utóbbi időben, váratlanul nehezen nyertek Csíkszereda és a Rapid ellen. Mikor több könnyű meccsünk van, nekünk is kicsit nehéz, hogy jobban kezdjük a meccseket, jobban figyeljük oda, maximálisan, mentálisan legyünk ottan a meccseken. Kicsit nehezebb, de mi próbálunk minél komolyabban edzeni is, ott is tudjunk fejlődni, és aztán meccseken tegyük meg mindent, amit tudunk. Most azonban igazi kihívás előtt áll a csapat, hisz az idényben egyetlen esélye, hogy a legerősebb értékcsoportból érkező ellenféllel hivatalosan megmérkőzzön. A Románia kupa keretében Pitest együttesével sorsolták össze, az oda-vissza párharc első mérkőzését holnap 18 órától játsszák a marosvásárhelyi sportcsarnokban. Nagyon-nagyon nehéz lesz tovább jutni, ez biztos, de a lényeg az, hogy nagyon-nagyon nehezen adjuk a bőrünket, és miért ne férne bele egy meglepetés is. A kiírás furcsaságai szerint az ellenfél 6 légióst használhat, míg a VSK csak 4-et és nagyobbak a megkötései, ami a fiatal belföldi játékosokat is illeti, mert a saját értékcsoportjának a szabályai a kupában is érvényesek. A marosvásárhelyiek számára ez a két mérkőzés lesz az igazi fokmérője a csapat teljesítő képességének.